Három nagyszülőmet vesztettem el különböző daganatos betegségekben még a 18. életévem előtt. Ezért is választottam az onkológiát, hogy másokon tudjak segíteni, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe. De aztán ez az onkológiai gyakorlatban kiderült, hogy nem biztos, hogy a kezeléssel tudunk a legtöbbet javítani ezen, hanem a leghasznosabb, hogyha ezt meg tudjuk előzni, hogy ezek a betegségek kialakuljanak. Lényegében erről fogok beszélni, illetve az életmódról, milyen életmódot folytassunk, hogy megakadályozzuk a betegség kialakulását, illetve hogyha már kialakult, akkor hogyan tudjuk csökkenteni és a betegséggel járó tüneteket. Nagyon nagy divat az egészséges életmód. Mit is takar ez? Valóban csak a diagnózis után, vagy már igazából születésünkkor el lehet kezdeni az életmódnak azt a változtatását, vagy olyan életmódot folytatni, ami tudja csökkenteni a daganat kialakulását. Valóban változás vagy változtatás? A változtatás lényegében egy külső kényszer, a változás inkább belülről jövő inger, és a változása sokkal hosszabb távon fenntartható. Teljesen új életmódot kell kialakítanunk? Ez is egy teljesen új életmód, az sokkal kevésbé fenntartható, mint inkább a saját életmódunknak a megfelelően változtatása. Kicsit úgy igazítani, hogy az megfeleljen számunkra is, és egészségesebb is legyen. Ahogy mondtam, a legfontosabb a prevenció, tehát ez a megelőzés. Ki se alakuljon a betegség, ennek többféle fokozata van, vagy hát fázisa. Az elsődleges prevenció az, hogy amiről beszéltem, ki se alakuljon a betegség. A másodlagos, hogyha már kialakult, akkor vegyük észre korán, ezek a szűrővizsgálatok, illetve a harmadlagos, hogyha már daganatos betegségekről beszélünk, kialakult a betegség, eltávolították, megkapta a megfelelő terápiát a páciens, utána ezt a kiújulásnak a rizikóját tudjuk csökkenteni. Mit tehetünk magunkért? Igazából előzőleg kolléganőm már a főpontokat elmondta, mozgás, káros szenvedélyek csökkentése, dohányzás elhagyása, táplálkozás, erről következő adásban fognak részletesebben hallani dietetikusunktól, társas kapcsolatok, pszichés támogatás, erről is kicsit később, és a szűrővizsgálatok, erről fogok részletesebben beszélni, illetve a szűrővizsgálatok nulladik pontja az az önvizsgálat. Emlő önvizsgálat hölgyeknél, uraknál here önvizsgálat, az, amit havonta érdemes elvégezni, és ezzel igazából, hogyha bármi változás van, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Az Európai Rákellenes Kódex 12 pontja, igazából ez egy nagyon jó összefoglaló itt az életmódról, ez magyarul is megtalálható, és ez számomra is meglepő információ volt, hogy alapvetően azt tudjuk, hogy a vezető halálok a nyugati országokban, fejlett országokban még mindig a szívérendszeri betegségek, és rögtön mögötte a daganatos betegségek, viszont a daganatos halálozás aktív munkaképes lakosság körében a vezető halálok. Tehát ez a 25-65 év között. És ennek mindenféle társadalmi következményével. Sajnos Magyarország még mindig vezető a daganatos halálozásban. Ismét utalnék vissza az előző előadásra, hogy nincsen csodaszer. Ahogy jobban beleástuk magunkat a mozgás jótékony hatásába, igazából azt tudnám mondani, hogy a mozgás nem abszolút, de az egyik legjobb fegyverünk a rendszeres testmozgás a daganatos betegségek elleni küzdelemben. Egy nagyon szép megfogalmazás, tehát a lényeg az, hogy ez tervezett, strukturált, ismétlődő fizikai aktivitás. Megint van pár meghatározás, ez a heti 150 perc aktív mozgás, ezt úgy kell elképzelni, hogy én 32 éves vagyok, a maximális pulzust azt úgy tudom, hogy 220 mínusz az életkor, az 188 és annak a 80%-a, tehát ilyen 150-es pulzusban kellene nekem heti 2,5 órát mozogni. Vagy ugyanúgy a napi 60 perc közepes intenzitású séta, természetesen ez életkortól, általános állapottól, edzettségtől függően, de hogy már ez a napi 60 perc séta, ez is egy ilyen jótékony hatást tud elérni. Ami különböző daganatos betegségekben, de 60%-ig is tudja csökkenteni a betegség kiújulását. Akkor dohányzás. Az pedig, hogyha a mozgást azt erősítsük és mozogjunk, akkor a dohányzást azt pedig hagyjuk el.
Ez is egy ijesztő adat, hogy igazából minden harmadik daganatos halálozásért a dohányzás tehető felelőssé. Több mint 30 ismert karcinogén, tehát hogy daganatkeltő anyag van benne, már egy cigarettában is, és hogy nem csak maga a cigaretta, hanem mindenféle dohánytermék, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy én csak egy szivart szívok el, az nem számít dohányzásnak, az is ugyanolyan káros hatású tud lenni, pipa, különböző dohánytermékek. Itt a dohányzásnál is, hogy akkor az csak a tüdődaganatnak a rizikóját fokozza, sajnos nem. Tehát, hogy igazából az egész szervezetben végigmegy a dohánytermékeknek az útja és a különböző anyagok. Felsoroltam, hogy szájüreg, tüdő, igazából a húgyúti szerveket is mind érinti. Itt baloldalt egy szép hosszú sor, hogy milyen daganatokat tud okozni, és nem csak daganatokról beszélünk, a baloldali részen ott a jobb sor, az pedig az egyéb krónikus betegségek, és nem csak az aktív dohányzás káros hatású, hanem ez a jobb oldali kép, ez a passzív dohányzás, tehát hogy ezzel már egy dohányos a saját gyermekének is tud ártani. Táplálkozásról ismét utalok előre, következő adásban részletesebben, fontos testsúlykontroll, változatos, főleg növényi alapú, nagyon feldolgozott termékek korlátozása, minimalizálása, és ismét az alkoholfogyasztás és az elhízás, az két olyan tényező, ami jelentősen részt vesz a daganatos betegségek kialakulásában, illetve nem csak a kialakulásában, hanem már egy kialakuláskor a visszatérés rizikóját is növeli. És ismét a két sorban felsoroltam, hogy az alkohol szájüreti, garat, nyelőcső, máj, vastagbél és emlő daganat kialakulásában is részt vesz, illetve az elhízás az egy kicsit hosszabb sor, hogy mi milyen daganatot tud okozni. Térjünk rá a szűrővizsgálatokra, hogyha már megtettünk mindent magunkért, akkor mit tud az egészségügy tenni azért, hogyha kialakult egy betegség, azt minél hamarabb észrevegyük. Ismét a Nemzeti Népegészségügyi Központ meghatározását raktam ki, szintúgy kiemeltem, hogy miért fontos, mert ez nem okoznak még panaszt. Tehát, hogy olyan állapotban veszük észre a betegséget, amit még nem biztos, hogy panaszt okoz. Időről idő megismételt, hogy ez is fontos, hogy egy szűrővizsgált nem azt akarja, hogy egyszer elmegyünk, hanem ezt rendszeresen kell menni, és talán a legfontosabb, tehát, hogy kialakult maga a betegség, de nem tudjuk. És ez a szűrővizsgálatok elleni leggyakoribb védekezés, hogy miért nem megyek el, nem akarunk róla tudni. Tehát, hogy attól, hogy nem tudunk róla, attól még ott a betegség, és hogyha minél korábban tudjuk elcsípni azt a daganatos betegséget, akkor ez egy nagy valószínűség egy gyógyítható betegség. Míg egy későbbi előrehaladott betegség, az már sajnos nagy valószínűsége nem fogjuk tudni gyógyítani. A három államilag szervezett emlődaganat, ményak és vastagbéldaganat szűrés, ezek működnek az országban. A tüdőszűrés is, az arról is fogok beszélni, hogy ez az erősen dohányos emberek számára ajánlott urológiai prostatadaganat szűrés, illetve a nem kifejezetten szűrő vizsgálatok, a rendszeres bőrgyógyászati, illetve fogászati vizsgálat, ez is a különböző környezeti ártalmak miatt érdemes. Mammográfiás vizsgálat, 45-65 év közötti hölgyek két évente kapnak behívót. Miért fontos? Megint csak korai emlődaganat, gyógyítható betegség, valóban különböző terápiás beavatkozásokkal, illetve terápiás lehetőségek állnak rendelkezésünkre, de nagyon sok gyógyult emlődaganatos hölgy van. És miért fontos? Mert az egyik leggyakoribb, nem is a egyik, tehát a leggyakoribb daganatos betegség a hölgyek között, 8-ból egy nőt élete során érinti sajnos ez a betegség. És volt egy nagyon jó magyar vizsgálat, hogy kérdőíves vizsgálat, tehát hogy a magyar hölgyek miért nem mennek el a mammográfiás vizsgálatra, és az első három, ez a három indok volt, munkahelyi hiányzás, azon, hogy ezt a munkáltató irányából kellene valamilyen szinten orvosolni. A kettő másik, ez a fájdalom és információ tudás hiány, ez pedig
hasonló előadásokkal, tehát hogy azzal, hogy igen, ez egy kellemetlen vizsgálat, viszont ezzel életet is meg lehet menteni. A méhnyakdaganat és a HPV kapcsolata, ez ismert, a HPV ez egy olyan vírus, ami humán papilloma vírus, ami szexuális úton terjed, viszont van ellene védőoltás, ez nevezhető végül is egy ilyen daganat elleni oltásnak, nem a daganat ellen van az oltás, hanem a vírus fertőződés ellen, és ez a vírus egy aktív sejtosztódást indukál a sejtekben, és ezáltal alakulhat ki daganat. Ez most már szerencsére mindkét nemben, tehát hogy fiúk, lányok 11-12 éves kor után választható, nem kötelező oltás, de mindenképpen ajánlott, és ez a szülői jóváhagyást követően finanszírozott az állami ellátás keretében, illetve hogy ha az oltás megvolt, akkor még mindig a 25-65 éves közötti hölgyek esetében 3 évente egy nőgyógyászati vizsgálat és kenetvétel, ami a méhnyakrák szűrés program része. Szintúgy korai stádiumban még olyan hámelváltozásokat is észre tudnak venni és ki tudnak szűrni, amiből később elhanyagolt esetben lehet daganat. És akkor nem kell egy nagy beavatkozás, hanem ez akár egy egyszerű kis hámeltávolítással ez megelőzhető vagy kivéthető. A harmadik nagy szűrővizsgálat a vastagbél daganat szűrővizsgálat. Itt már mindkettő nemben javasolt ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése. 50-70 év között első körben egy székletvér kimutatás, utána ha ez pozitív, egy vastagbél tükrözés a javasolt. Szintúgy a vastagbél tükrözés nem egy kellemes vizsgálat, viszont ha a bélnyálkahártyán vannak különböző ilyen kis hámelváltozások, polipok, azoknak az eltávolításával ez megelőzhető, hogy ez egy kiterjedt és egy rossz indulatú daganat legyen, ami kiterjedt esetben már nem gyógyítható. Szintúgy javasolt azoknál, akinek felmenői között több, tehát szülők, nagyszülők között több vastagbél daganat volt, illetve a elhízás, rost szegény étrend és mozgáshiányos életmód megint csak emeli a daganat, ezen daganat kialakulásának rizikóját. Beszéltem is itt a bőrgyógyászati szűrésről, hogy itt a napfény ugye nagyon trendi manapság, a napbarnított bőr, mint természetes, mint mesterséges UV-sugárzás hatására. Sajnos ez mindenféle bőrdaganatnak a rizikóját növeli, leginkább a melanoma, az agresszív melanociták termék, ilyen pigment termelő sejteknek a daganata. Ezért érdemes az anyajegy szűrés, mert hogyha itt bármiféle alakbeli, színbeli, méretbeli elváltozás van, akkor ezt hamar kiszűrve, eltávolítva megint csak egy gyógyítható betegség lesz észrevéve. Amit pedig mi meg tudunk tenni magunkért, védőfaktoros krém használat, illetve nagy karimás kalap, hosszú lenge öltözet, nem a klasszikus tengerparti, illetve nyári ruházat, de hogy ezzel is tudjuk védeni a bőrünket. A fogászat, ami meg fogorvosi szájüregi vizsgálat, ez sem egy gyakori vizsgálati eljárás sajnos manapság. Egyrészt a fogászatoknak az elérhetősége, illetve a rizikófaktorokkal rendelkező populáció sajnos nem a leggyakrabban jár fogorvoshoz. Tehát, hogy az erősen dohányos, alkoholfogyasztó, esetleg még HPV fertőzéssel is rendelkező embertársainknak javasolt mindenképp, illetve az irritációt azt írtam, hogy ezek a különböző implantátumok, műfogsoroknak az irritációja és folyamatos irritációja a nyálkahártyában, az jelentősen tudja emelni ezeknek a szájüregi daganatoknak a kialakulását. És akkor még a tüdőszűrésről is beszélek egy pár sort, ez 50 év fölött erősen dohányos férfiaknak és nőknek is rendelkezésre áll ez a vizsgálat. Ez egy alacsony dózisú CT vizsgálatot jelent, tehát hogy nem a régi tüdőszűrés mellkasröntgen vizsgálat, ezért ez nagyobb felbontású képet ad, és igazából ennek a népszerűsítése lenne a legfontosabb, hogy aki ebbe a rizikócsoportba tartozik, ők ezen részt vegyenek, minimális beavatkozással jár, és egy korai tüdődaganat
megállapítása és kiszűrése az jelentősen életet tud menteni, mert sajnos a tüdődaganatok is nagyon késői stádiumban és előrehaladott betegségként vannak észrevéve és adnak panaszt. Végére a prostata daganat és a szűrés. Megint a különböző menedzser szűrésekben a PSA, mint ez a prostata specifikus antigén, ez egy vérvételből kimutatható fehérje. Ennek a szűrésre való jogosultsága vitatott, és igazából nem javasolják, mert nagyon sokszor túlkezelésre ad lehetőséget, hogy magas PSA ez nem egyenlő egy daganattal, illetve lehet, hogy ez a daganat, hogy a prostata daganat egy gyakran egy lassú növekedés és lassan terjedő betegség, és ezáltal sokszor, ha először van diagnosztizál, mint hogy bármiféle tünetet adna, így gyakran túlkezelésre ad ez lehetőséget, és sokszor igazából a prostatadaganattal halnak meg férfiak, és nem a prostatadaganat miatt. Viszont, hogyha különböző rizikófaktorok vannak, akkor javasolt a PSA, illetve urológiai vizsgálat. Illetve, hogyha az alább olvasható vizelet, főleg vizelet ürítési, illetve vizeletelakadási panaszok vannak, az egy prostata megnagyobbodásra adhat gyanút. Illetve, hogyha ezeket itt mind próbáljuk betartani, tehát amiket most elmondtam itt a különböző életmódbeli javaslatokat, azzal 10-ből 4 daganatos betegség megelőzhető. Erről lehet vitázni, hogy ez sok vagy kevés. Ha csak a jelenleg diagnosztizált rengeteg daganatos betegségből nek a 20%-ával, tehát 20%-ával csökken, az szerintem már egy siker. És végezetül szeretném azt mondani, hogy mint jobb felső sarokban Anubis macskán figyeljünk ne csak a környezetünkre, hanem magunkra is. És én nem mondtam eddig történelmi kitekintést, viszont az alsó kis címer, dupla címer az pedig, hogy a mai napon volt 1867-ben a dualisztikus osztrák-magyar monarchia megalakulása. Köszönöm a figyelmet!